köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speránca Reménység Televízió keresztútadása. Szeretettel hívom meg Önöket egy újabb élettörténet, élettapasztalat megismerésére. A mai alkalommal megpróbáljuk megvizsgálni, megnézni azt, hogy a Jó egy újabb életbe hogyan avatkozott be, hogyan vezette azt és hogyan használta fel az ő nevének dicsőségére a mai meghívottamat. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Magos Károly testvért, a Marosvásárhelyi Bégyülekezet aktív presbiterét. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt vagyok. Köszönöm, köszöntöm a stúdió stábját, a vezetőjét és minden kedves hallgatót. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást erre a beszélgetésre. Azt gondolom, hogy már egy jó néhány évet összegyűjtött karcsi testvér, van amiből elmondjon, megosztjon tapasztalatokat, Hány évet töltött be az idén, vagy fog betölteni, hány évre tudunk visszatekinteni? Isten kegyelméből ez év szeptemberébe töltöm a 74. évet. És e, igyekeztem történeteket úgy felsorokoztatni hogy egy kis lexikon maradjon a családnak hátra, azokkal a történetekkel, tapasztalatokkal, amelyek Isten vezetett engem ez idő alatt. Hogyha ezt a több mint 70 évet fel kéne osztani időszakokra, akkor ezt milyenképpen tudná bemutatni? Hogyan látja az életét visszatekintve most? Számomra meghatározó volt, és így megpróbáltam 25 évenként felosztani az, akat az eseményeket, amelyek életemnek meghatározói voltak. Az első 25 év, második, a harmadik, amely lejár jövőben, és nem tudom, mennyi lesz majdnék utána. Az Isten adjon bőven életéveket és az életév mellett egészséget. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha a kezdő szakaszban bemutatná azt, hogy hol született, kik voltak a szülei, milyen családi háttérből érkezett ebbe az életbe, mikor született, és esetleg név szerint is meg lehet említeni a kedves szülőket. Mielőtt belekezdenék ebben a krónikában. Hadd uh, olvasak egy biblia szöveget. Ez a Zsoltár ott szívem mélyén az én Zsoltárom. Ez összefoglalja életemet, és beindítja egész beszélgetésünket. A 71. Zsoltár 4. 5. versét szeretném felolvasni. Mert te vagy az én reménységem, Ó, Uram, Istenem, az én gyermekségemtől fogva. Reját támaszkodom születésem óta. Anyám méhéből te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem. Mint egy csodává lettem sokak számára, de te vagy az én erős bizodalmam. 1946. szeptember 21-ét írtak, amikor édesanyám fiatal anyaként felkészült arra, hogy az elsőszülött gyerekét világra hozza. 19 éves volt. Akkoriban nem volt ez a nagy tudomány, hogy fiú lesz, lány lesz, de a szülők megegyeztek, hogy ha fiú lesz, akkor az édesapa nevét, ha lány lesz, az édesanyja nevét fogják, fogja viselni megtörtént a szülés, odahaza, édesanyám nagyon boldog volt, és bemondta, hogy Sándor legyen a neve. És a következő néhány percben teljesen elalélt. Óriási fájdalmak vettek rajta erőt. A szülésző nagyon megijedett, néztes. mondta a legjobb barátnőinek, édesanyámnak, aki ott volt, segítkezett. Még van egy gyerek. Édesanyám ezt már nem hallotta. És szó szerint Isten keze volt az, aki felhasználta a szülésznőt, hogy életre segítsen, mert már élesem nem tudott volna segíteni. Szüleim adventisták voltak, és az anyai ágról a harmadik generáció vagyok az adventista családban. Az én nagyapám az első világháború után jött kapcsolatba az adventistákkal és életét úgy fejezte be, mint meggyőződött, hittel teljes adventista, és abban a reményben, hogy Jézus nem sokára fog jönni. Ezt a reményt adtát gyermekeinek, különösen édesanyám, aki fiatalon szövetséget kötött az úrra, és édesanyám pedig az ő gyermekeinek. Négyen vagyunk testvérek, és Isten kegyelméből az úr lábainál, voltunk, mert már egyik húgom meghalt. Számomra a gyermekkor nagyon fényesen indult, kényelmesen. Édesapám egy szorgalmas ember volt, jó mesterember volt, cipész volt, és a mezőségen az új cipőknek nagyon nagy divatja volt, ezért minden új cipőt ott árult el, ott vitt, rendelésre vitt. És a 47-es éjség sem fogott ki a családon, mert mindent meg tudott venni a mezőséget említette, mint az életük szinterét. Végül is nem hangzott el az, hogy hol született, és gyermekkorát hol töltötte. Én Marosvásárhelyen, a Csiki utcába születtem itt vásárhelyt, és a gyermek éveimet is itt töltöttem, és egész életemet majdnem egy néhány év kivételével, de az már felnőtt korban volt. Milyen emlékei vannak gyerekkorából? Hogyan tudná ezt bemutatni? ezeket az éveket, visszaemlékezve a szülőkre is, és azokra az eseményekre, amelyek körbevették a mindennapjait. Abban az időben, háború után nagyon-nagyon komolyan vették azok, akik elfogadták az Úr Jézust, az örömüzenetet, Jézus eljövetelét, a missziót, küldetést, amit a Jóisten örökségül hagyott gyermekeire, és ebben a lelkületben próbáltak felnevelni minket. A szombat kezdés egy nagyon szent pillanat volt. Akkoriban nem voltak modern felszerelt fürdőszobák. El lehet képzelni, hogy milyen körülmények között, de megvolt a lehetőség arra, hogy naplement előtt legalább egy fél órára ünneplőbe volt mindenki a családban. Négy gyerek készen, elkészítve az udvar megseferő, mindent elkészítve, hogy várni a az Szent az Szombat érkezését. És ez valahogy beítatódott az én szívembe, megtöltötte ezzel a reménységgel, és ma is elmondom, hogy a legszebb pillanatok, amikor következik halk szárnyain a Szombat. Évet körülményeim jól mentek, és kilenc éves voltam, amikor egy esemény meghatározta életemet. Egy fordulat történt. Minden ember életében több fordulópont van, de egy kilenc éves gyermek számára valószínű egy olyan rendhagyó esemény kellett, hogy legyen, hogy még most is visszaemlékszik erre, vagy erről szeretne megosztani gondolatokat. Mi lehetett az az esemény, ami ilyen nagy hatással volt uh, Karcsi testvérre? Ezt az eseményt magamban hordtam addig, ameddig édesanyámnak volt 80. születésnapja. Ő se tudott erről, és akkor az egész család előtt el kellett mondjam, úgy éreztem. És pedig édesanyám akkor 28-29 éves volt, így egy súlyos betegséget kapott. Mind a két vesélye begyulladt és megfertőződött. Akkoriban nem volt az a modern orvosi tudomány. Orvost hívtak a lakásra, és az orvos megállapítása és a kimutatások szerint egy olyan vírus volt, ami életveszélyes. Édesanyám benfeküdt a szobában, és a konyhába írta meg a receptet az orvos. Én ott voltam, hallottam végig mindent, és az rázott meg engem, amikor azt mondta, ha nem sikerül ezeket a gyógyszereket rövid időn belül befejezni, megszerezni, akkor életveszélybe kerül az édesek. Négyen voltunk testvérek, én kilenc éves, a kis húgom pedig három hónapos. Arra gondoltam, mi lesz velünk, ha nem lesz édesanyánk. Kétségbe törtem, és arra gondoltam, négy gyermek, ki fog ránk vigyázni. Elhatároztam, hogy az úr elé járulok, és egész éjjel fogok imádkozni, hogy a Isten adja jobban édesanyámat. Igen ám, de erőt vett rajtam a fáradtság, és nem tudom, mennyit imádkoztam, de elaludtam. Világosan, ma is remeg a szívem, mikor rágondolok, megjelent egy olyan személy a szobában, aki a föld, a, padlásig ért a plafonig, és hangosan mondta, Rózsika, jobban leszel, meg fog gyógyulni. Kinyújtottam a szemem, egy fehér ruhás szemét láttam álmomban, tisztán csengett a hangja, bementem édesanyám szobájába, és láttam, hogy békésen alszik. Megmutam győződve, hogy válasz az imára, arra az imára, amit félig ébren, félig aluva mondtam. És ez számomra sorsdöntő volt. Három hét alatt édesanyám felgyógyult. Talán mondhatni a születését követően, hiszen az is egy tapasztalat volt, ez volt egy újabb meghatározó pillanat az életében. De szeretném, hogyha a következőkben azt osztaná meg velünk, hogy mi is a megtérésének a tapasztalata, története, illetve hogyan jutott odáig az élete, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntsön, és keresztség útján szövetséget kössön vele? Egy néhány gondolatban szeretném összefoglalni, de sokkal több van, mint amit most fogok kiemelni. Akkor kevés biblia munkás predikátor volt. A munkát a laikus Evangélisták végezték. Az ágyülekezet és a Bédgyülekezet részén nagyon sok oda szentelt férfi volt, aki vállalt az önkéntes munkát. És közöttük volt édesapám is. Minden héten, a hétvégén mentek ki falura, vitték a gyerekeket, vitték a fiatalokat. Számomra már akkor tüzet kapott. És ha megkérdezték tőlem, hogy mi akarsz tenni, én mindig azt mondtam, prédikátor nekem eszményképeim voltak. Az idős azok a prédikátorok, akik három ellemivel, négy osztálya, vagy két gimnázium osztály, magyar világban végeztek. Nagyon jó prédikátorok Említsen voltak. Említsen meg egy néhány nevet gyerekkorából, illetve ifjúkorából, fiatalkorából, akikre szívesen visszaemlékszik, és uh, így feltekintett rájuk. Elnézést kérek, ha most megremeg a hangom, Barta Balázs bácsit, felejthetetlen, aki két osztálya volt csak, de olyan munkát végzett, hogy Kolozsvártól vásárhelyig minden érdeklődött, bejárt gyalog. Esernyővel a egy kis táskával. Az esernyő a nap volt, Attól védte, a első pedig attól védte. Sose maradt el tőle. Aztán Csonhai Károly bácsi, László bácsi, sorolhatnám a többit, Kovács bácsi, Éjés Ferenc bácsi, mind-mind arra ösztönözték a, azokat, akik szerették a missziót, hogy képezzék, tanítsák és biztassák, hogy végezzék a misszió munkát. És így sikerült, hogy szívemben ez egy tüzet fogott én szerettem volna a iskolába menni, de a körülmények nem azok voltak. A felvételi helyszínen, a konferencia színen megtörtént, de mivel a román nyelv ismerete olyan gyenge volt nálam és a többieknél is, mert hárman jelenkeztünk, ezért nem engedtek tovább Bukarestbe menni. Az egyik testvérünk el is ment, Sikerült a felvétel, de hely nélkül. S azt mondták, ha valamelyik nem jön, akkor téged hívunk, de nem került rá Akkoriban nagyon nagy volt a kiesés. Nyolc év után, hat év után hívtak egy széria hívjat, hogy képezzék ki predikátornak. A teltérelem, hogy így volt, én mesterséget tanultam, és szívemben mindig ott volt a vágy, hogy a misszió, a misszió. És itt szeretnék egy újabb kis rövid történetet elmondani. 1963-ban már dolgoztam, és hirtelen jött egy rendelet, hogy egy 30 tagú csoportot el kell küldjenek, Déva és Hunyat között van egy városka, kis bőrcsa, ott épített a vállalat egy nagy kombinátot. És már az iroda helységeket lehetett festeni, és oda kell menjünk, és beleestem én is egyedül voltam adventista. Vagy elbocsájtanak, vagy elmegyek. És én azt mondtam, hogy elmegyek. Hazamegyek nagy boldogan, mondom a szüleimnek, hogy né, hova helyeztek, és édesanyám sírva azt mondta, fiam, nem engedünk. Fiatal vagy, mind más vallású fiatalok mennek, egyedül adventista, mit fogsz te úgy tenni? Azzal mentem vissza, hogy inkább bocsássanak el. De egy olyan súly nehezedett szívemre, hogy nem tudtam szabadulni ettől a gondolattól. És úgy döntöttem, hogy elmegyek. És hogy miért? Egy néhány mondatban. Amikor készen voltunk az indulásra, az állomáson a fiatal emberek, már nős emberek, fiatalok megvidámult szívvel az italtól énekeltek, az egyik peron szélén ott állt egy fiatal ember, aki azelőtt hat hónappal szerelt le. Andrásnak hívták. Úgy éreztem, kérdezzem meg tőle, miért olyan szomorú. És elmondta élete történetét. Nagyon megrázott. Ő egy olyan ügybe keveredett, hogy törvényszéki ügy lett. Nem tudott ügyvédet fogadni, nem volt lehetőség. Most Eljött, de ki volt tűzve a tárgyalás három hétre. És azt kérdezte, te nem tudsz egy jó ügyvédet? És hirtelen, mondom, de igen, van egy nagyon jó ügyvéd, és biztos elvárja te ügyedet. Én az Úr Jézusra gondoltam. Elmondtam neki, számára ez teljes lehetetlen, hihetetlen volt. Ő még nem hallott az Úr Jézusról, és így elkezdtünk beszélgetni és éjszak esténként a kukoricásba mentünk ki imádkozni, hogy a többiek ne zavarjanak, vagy ne gúnyoljanak. Pénteken elmentem az igazgató, és mondtam, hogy én holnap nem dolgozok. Megnézett, jó, akkor bepontolod vasárnap, jó. És azt mondta András, én is megyek veled Dévára a gyülekezetbe. És 1963 nyarától elkezdett járni, megkeresztelkedett, és élete utolsó perceig hűséges tagja volt az adventista egyháznak. Na ez idő alatt történt nekem a sorsfordulat. Talán még a történetből kimaradt az, hogy, hogy mi történt Andrással. Tehát egy nehéz ügye volt, és ez megoldódott-e, meghallgattatott-e az imádság? Igen, úgy, hogy én azt mondtam neki, ne jössz a tárgyalásra. Azt mondja, de mi lesz akkor? Nézd, mi átadtuk az ügyvédnek, az Úr Jézus fog téged képviselni ott. Bízzuk rá! Tovább imádkoztunk. A második alkalom, amikor megint meghívást kapott, akkor sem jött haza. A harmadik december 12-13-ára volt kitűzve, és azt mondja, most mi lesz, Karcsi? Nézd meg, az úr válaszolni fog imánkra. És december 6-án ját kapott nem csak ő, hanem ezek az ügyek, akik egy év és három év közötti elítélésre kerültek volna. Így megszabadult. És attól a perctől András hűséges tagja maradt. Az előbbi válasz előtt szerette volna elmondani azt, hogy végül is hogyan történt a saját döntése, megtérése, illetve ezek alatt, az időszakok alatt alakult ki az a döntés, hogy keresztséget kössön az Úr Jézussal, úgy gondolom. Hogyha részletesebben ebbe bele tudnánk tekinteni. Akkoriban nagyon nehéz volt a helyzet. Olyan nyomás volt az keresztény egyházakon, de különösen az adventista egyházon, hogy fiatalokat egyáltalán nem engedélyeztek keresztelkedni a vallásügyi megbízott nagyon szigorúan kezelte ezt az ügyet. És egyik prédikátor testvér sem merte vállalni, hogy megkeresztel. Viszont 94-ben, esetleg 95 elején lesz egy felvételi a missziuskolához. De ahhoz meg kell keresztelkedni. Úgy döntöttek három prédikátor testvérünk, hogy menjek Magyarországra és keresztelkedjek meg. Igen ám, de akkor nem volt olyan egyszerű. Hívólevél, vízum beszerzése, valuta vétel, mert a forint akkor valuta volt, és ez belekerült két-három hónapba. Én pedig szerettem volna az év végére megkeresztelkedni, nehogy, nehogy elkésem a felvételt. És arra kértem Istent, ha az ő akarata, akkor rövid időn belül sikerüljön ez az egész folyamat. Egy hónap leforgása alatt hívólevél érkezett, valutát tudtunk beszerezni, helyjegyet kaptunk, és el tudtunk indulni a testvéremmel Magyarországra. A bizottság egy ajánlólevelet küldött, de olyan hideg volt december, 27-e, 28-án, hogy a vonatok óriási késéssel közlekedtek. A nyílt pályán fagytak le a mozdonyok, és így az év utolsó napján délelőtt érkeztünk Szegedre. Óriási állomás. Soha nem láttam ekkora vonatállomást. A fáradtság, a hideg, arra kényszerített, hogy ahogy kapok helyet, leültünk, és elaludtunk. Nem tudom, mennyit pihentünk, de egyszer valaki megütötte a vállamat. Kinézek egy nagyon magas és jól öltözött fiatalember állt előttem. Fiatalember ember szólított meg, legyen szíves, adjon egy cigarettát. Nem tudtam, hogy hogy szólítsam meg ki, mondom, ne haragudjon, de én nem dohányzok, nem tudok adni cigarettát. És ami a következő pillanatban történt, ma is átjár a hideg rajtam, az valami csodálatos volt. Átölelt. Magához szorított, és azt mondta, az úr, áldjon meg testvérem. Nem tudom, milyen célval jöttél, de én azt mondom, jó úton jártok. Amikor bejöttem ebbe a terembe, a lélek azt mondta, keresd meg, pacsorok között van két testvéred, és add ezt az üzenetet tudtukra. Meggyőzöttem, hogy Isten akarata az, hogy megkeresztelkedjünk. Hány éves volt Karcsi testvér ebben az időszakban? 19 éves voltam, és sok, sokan tanácsolták, hogy majd katonaság után keresztelkedjek meg. De úgy éreztem, hogy az túl késő. Nekem valamit tennem kell. Tehát valahogy a hivatalos sorba kell álljak, én ott kell legyek az első vonalban. És ezért vállaltam ezt. A lelkész testvért soha nem találtam többet meg. Soha nem tudtam, merre van. De elmondta, hogy ő most Isten tiszteletre megy, Balaton lelére, és kell várjon egy fél órát még a vonatra. És ezt az üzenetet kellett közvetítse. Megérkeztünk békésre. Tehát az a fiatalember, aki megszólította, akkor egy végül kiderült, hogy egy lelkipásztor lelki volt. Lelkipásztor, akit nagyon jól ismert a gyülekezet, és hirtelen uh, nevét, uh, hogy mondjam, Ottónak hitták, azt jól emlékszem. Végén bejön az neve, és megérkeztünk Békésre, de már az év utolsó estéjén. Végül a keresztségi alkalom hogy történt? Esetleg emlékszik annak a nevére is, aki megkeresztelte? Igen. Milyen emlékei vannak erről a, a pillanatról? Amikor a gyülekezet bizottsága összegyűlt, felolvasták a levelet, azt mondták, hogy örömmel. Megteszik. Akkor is nehéz volt, tél volt, medencia, nem tudták felmelegíteni, hanem volt egy óriási nagy kád, és azt töltötték meg vízzel. Fiatalok segítkeztek, gyönyörű programot álltottak. Ócsai testvér volt, aki elvégezte ezt a, az aktust. Megérezte, hogy valami történni fog, és ahogy megkeresztelt, ott hagyott magamra és akkor éreztem, hogy egy olyan béke szállt szívemben, amelyet kívánok minden nap, és minden egyes személynek, aki megkeresztelkedett. Hogyan vált a misszió egy élet céljává, hiszen a mai beszélgetésünknek az a célja, és ez volt Karcsi a szándéka, hogy az Istenről tegyünk bizonyságot az élet által, hogy a misszió egy életcélja volt mindig, és ez az Isten akarata és munkája volt az életére nézve. A második szakaszban is, életem második 25 évében, ami nagy események történtek, de főleg az, hogy nem sikerült a misszióiskolába menni, nagyon elcsüggettem, és egy péntek este édesanyám magához ölelt, és azt mondta: Fia egy olyan szent feladat áll előtted, amelyhez nem kell külön iskola, csak Isten tanítson. Vállalt a nép -evangelista munkáját. És ez mindennél több út. Nem akarok kilépni az időből, mert rohan az idő, de meghatározója volt életemnek ez a perc. És a második szakaszban a családalapítás, a, a gyülekezeti életben, a beosztások, a munkavállalás, a közös munka bizottságban annyi örömöt, annyi bátorítást nyújtott. 1964. Így márciusában tartottam az első sorozatos előadást Ilyes Ferenc testvér irányításával. És azóta nagyon sok területre kaptam meghívást. És áldom a Jó Istent, hogy adott erőt, hogy ezt a munkát tudtam végezni. Milyen zónába tudta felvállalni ezt az önkéntes misszió munkát? Ha arra gondolok, amikor remegő térgyel mentem fel első egy kis gyülekezett, de teleház, és a teleházban legalább 70%-a más vallásból, református vallásból jött vendég volt. Mindig a szívem megremeg galambod volt. Ott volt az ajtónál egy idős testvér, aki azt mondta, testvérem, indulj, meddig te fenn vagy a szószéken, én értett, itt az ajtós sarkánál imádkozok és a 14 alkalommal, mert annyit tartott a sorozat, soha helyet nem foglalt. Mindig ott állt az ajtónál, és tekintetével bátorított. Azután meg nagyon sok felé, Panitba, Madarason, Kölpénybe, sok felé hívtak. És az úr kegyelmébe tudtam válaszolni. A második 25 évben pedig, hadd mondjam, életem legszebb perceit a Föld alatti Teológia töltötte ki. Amikor hivatalosan is felkészítve, majd vizsgázva, oklevelet kaptunk, és beiktattak az Észak-Erdélyi Konferencia hivatalos evangélistájaként. Talán erről a kifejezésről, a Föld alatti Teológia és annak munkásságáról majd egy másik beszélgetésben fogunk bővebben kitérni. A mai alkalommal szeretném még, hogyha azokat a tapasztalatokat, tapasztalatokat említené meg, amelyek nem csak itthoni léte ide alatt, hanem külföldi életében, külföldön töltött életéveiben élt meg. A második szakasz, ami az 50 év magába foglalja, egy-néhány mondat, de el kell mondjam, hogy itten két évet töltöttem fehér területen már a dél erdei konferencián, majd a következőkbe. És onnat elmentem külföldre látogatni a húgomhoz. És valami úgy kezdettett, hogy ott maradtam. Sokszor feltettem a kérdést, mit keresel itt, Karcsi? Miért vagy itt? Itten megvolt a szolgálat, a gyülekezettel jó hangulatban dolgoztunk a bizottságban. Mit keresel itt? És sokáig nem tudtam, nem éreztem és egy alkalommal konkrétan meg kellett tudjam, hogy miért vagyok ott. Télről egy másik testvére arra figyeltünk be, hogy szombatiskolai tantióra nincs. A is egy helyről egy néhányat felelnek. A tizedet összegyűjtik, de nem kérik az Isten áldását, hanem csak egyszerűen megszámolják és küldik. És sok olyan dolog, ami itt egy igazi, uh, hiteles uh, szolgálatot jelentett. És akkor szóvá tettük a lelkésznek, és örömmel fogadta. És attól a perctől be, beiktatta a Tantórát, a szombatiskolába megszervezte a csoportokat. Olyan csodálatos volt minden. De ez nem volt minden. Kifelé, uram, mit keresek én itten? És két megrázott tapasztalatot szereztem. Nem tudom, mennyi az idő, egyet ezek közül el kell mondjak. Egy nagy munkát vállaltam, és nagyon sürgős volt. A munkaadó arra kért, szerezzél munkást, hogy erre az időre be tud fejezni a munkát. Tíz személyre volt szükség és akiket ismertem, megkértem, te nem tudtok, még valakit, még szükség van olyanra, aki tud glettolni, tud csíszolni, jó munkát. És ajártak egy 50-55 év körüli szemét. És nagyon jól dolgozott. És amikor leültünk, mert mind adventisták voltunk legtöbben, ő egyedül mindig távol ült, mert olyan étele volt, nem jött közénk, aztán cigarettázott, még megívott egy üvegsőt. De mikor mi én dolgoztunk, elkezdtünk énekelni. És különösen, amikor énekeltük azt az éneket, legyen szívünk vidámsággal, vagy a pásztor keresi a juhát, hogy elkom, észrevettem, hogy elkomolyodik. Azt kérdeztem, mond, miért vagy szomorú, szóval zavar az ének? Nem, csak elmondta élete történetét ő valamelyik gyülekezetben, most nem említem a nevét a gyülekezetnek, Presbiter volt. Családi összeomlás következtében dacolni akart Istennel, és elindult a lejtő nefele. Édesanyja annyit imádkozott érette, és mindig mondta Kosztika, 84 éves vagyok. Ameddig élek, addig fogok imádkozni, hogy visszatérj az Úrhoz. És engem ez az ének, Valahol, valahol a szívem mélyén érint. És meghívtam az imaházba, eljött. Kezdett jönni, de a cigaretta, az italad az még jó barátja volt. És két hónap után úgy eltűnt az életünkből, mint a sose láttuk volna. Egy nehéz tapasztalatom mentem át, a feleségem élet és halált köz volt. És egyszer megszólal a telefon. Engem úgy szólított, ne És azt mondja, én vagyok Kostika. Azért hívtalak fel, hogy elmondjam azt az örömöt, amit érzek. Olaszországba kerültem. Kapcsolatba kerültem újra az egyházzal. És ma kijelentem, hogy újra tagja vagyok az Adentista Egyháznak. A misszió, amit Isten végez, egy egyszerű énekháltal, vagy beszélgetés által, ha hogy megkeressük az embereket, megértsük, leereszkedünk hozzájuk, Isten nagy dolgot tud cselekedni. Ez a mi küldetésünk, ez a mi életünk, és ha ezt lejjebb engedjük, ha ebből az lejjebb hagyunk, elveszítjük létjogot, Szeretném, hogyha a továbbiakban arról beszélnénk, hogy hogyan éli a mindennapjait, a misszió, a szolgálat hogyan tölti be az életét, és visszatekintve az elmúlt évekre, mit tudna kijelenteni, elmondani arról, hogy a Jóisten vezette azt. Jelenben is aktív tevékenységet végzek bizottsági üléseken, prédikálásokban ige különböző gyülekezetekbe hívnak. De úgy érzem, hogy annyira teletöltötte a jó Isten áldással, örömmel, békével szívemet, hogy a Zsoltári szavait temetve látom fiaimnak fiait. Itt az ima házban. Nem csak unokáim, hanem déduk, Déd unokáimnak is örvendetek. Valahányszor felnézek és látom gyülekezetünk fiataljait, fiatalabb testvéreit, aki örömmel vállalják ezt a munkát, aki készek belépni a sorba, áldom a Jusztán nevét. Ézsajás Profitasszony, emelt fel a te szemedet, lásd meg, hogy jönnek haza a te gyermekeid, mint a galambok az ők dúcához, repülnek örömmel. Szeretném elmondani, hogy egyet kérek az úrtól, és egyért esedezek. Nem tudom, ha a negyedik 25 évet megkezdem, folytatni fogom, mennyi lesz, hogy lakhassam az ő házában láthassam az ő láthassam ifjú testvéreimnek munkáját, és mint hátvéd, mint tartalékos, tudjam segíteni, tanácsolni, imádkozni, azért, hogy ez a munka mi a marad befejeződjön. Szeretném elmondani, hogy közelebb van az üdvösség, mint 1963-ban hittem. Sokkal közelebb vagyunk Jézus eljöveteléhez, mint ahogy nagyon sokan ma gondoljuk. Jézus el fog jönni hamar, és egy mondat, amely lelkesítse minden ívjat, mindenkit, aki az egyházhoz tag, azt mondja, a király a jobb kező felül álloknak. jértek atyám áldott nem tudsz prédikálni, tudsz látogatni. Nem tudsz látogatni, mert gyengék a lábak már, idős vagy, tudsz imádkozni. Vegyük ki a részünket mind abból, amit tehetünk az Úr munkájából. Mert Jézus eljövetelekor, azt fogja mondani, jól vagyon, jó Jézus, kevéssel voltál Csak ezt tudtad megtenni, de megtetted, sokra bízlak ezután. Az örök élet, a végtelen élet, szépség élete tárul fel, mint az a kelet. Én szívemből kívánom, hogy ez a, beteg, ez a beszélgetés folyamán még nagyobb lelkesedéssel menjünk előre. A koronavírus, amely 14 szombaton otthonra kényszerített, legyen egy olyan kezdés, amely az örökké valóságban fog befejeződni. Köszönöm szépen Magos Károly testvérnek, hogy velünk volt a mai beszélgetésben, és megosztotta életének tapasztalatát, azokat az eseményeket, amelyek meghatározóak voltak. Töltse be a mindennapjait a továbbiakban is a jó Isten áldással, örömmel, egészséggel, és a továbbiakban is szolgáljuk a jó Isten téjünk az ő nevének dicsőségére. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy együtt voltunk, és különösen megköszönöm a jó Istennek azt, hogy még a kegyelem nyitva van, és ezt tovább tudjuk adni. Kedves nézőink, köszönöm önöknek, hogy velünk voltak, és meghallgattak egy újabb élettörténetet, élettapasztalatot. Mindenért adjunk hálát a Jó Istennek, és az, őt, az ő nevét dicsőítsük, hogy vannak emberek, akik még időskorban is el tudják mondani azt, hogy velük volt az Isten, vezette az ők életüket, és különleges módon ott volt a mindennapokban, de a szolgálatban is. Köszönöm önöknek újból, hogy velünk tartottak, várom önöket egy következő beszélgetésre, a viszontlátásra. Szervusztok, fiatalok! Örvendek, hogy eljöttetek ismét meghallgatni a történetemet. Ma a hegedűről szeretnék nektek történetet mondani. Tudjátok, a hegedű egy kicsit érdekes hangszer. Nem sokat játszok nektek, igaziban igaz, nem koncertre készülök. Először Hegedűt édesapámtól tanultam. Már nagyobb lehettem, talán egy olyan nyolc éves, amikor próbált tanítgatni, aztán elküldött egy bácsihoz, akit úgy hívtak, hogy Jancsi bácsi. Röviden. Ez a bácsi nagyon szerette a fahangszereket, ez fahangszer igaz, húros hangszer, amit látjátok, és ahogy megfigyeltétek, vonóval szólaltattam meg, tehát ez a vonosok kategóriájából van. Van kisebb, nagyobb, nagyobb, még nagyobb. Igen, a nagyobb az brácsa, aztán jön a cselló, és aztán jön a nagybőgő, vagy gordonka. És ezek keretén belül is vannak még kisebbek, gyerekeknek valók, tehát negyedes, feles, egészszeres, háromnegyedes, igen, több méretben vannak. Én amikor elmentem, ahogy mondtam a Jancsi bácsihoz, ő nekem megmutatta a cédurcs, azt a fiam, menj haza az És evel is maradtam nagyjából gyerekkoromba. Uh, gyakran gyülekeztünk evel a Jancsi bácsival, és akik szerettünk zenélni, zenélgettünk szombatesténként. Ráírtunk, időnk volt, úgyhogy tévé nem volt, akkor se internet, se telefon, úgyhogy zenéltünk. Evel töltöttük a szabadidőnket. Nagyon sok éneket tudtunk, idővel már kezdett jobban-jobban menni. Most lehet egy ide, hogy nem hegedülök elég rendszeresen, már kezd kiregni, de ez egy olyan hangszer, amelyikkel megbarátkozom, minden nap kell rajta hegedülni. Minden nap kell rajta gyakorolni. És akkor aztán min finomabb és finomabb lesz a hangzás. A bácsi, akitől én tanultam, Jancsi bácsi, az egy olyan zenész volt, hogy ha húszan is hegedültek, az ő hegedűje kihalszodott. Primás volt. És ezért szerettük ővel zenélni, mert a szopránt mindig hallottad, ő vitte, és utána a többiek zenéltünk különböző hangszereken. A legelején én is hegedűre zenéltem vele. Történt egy alkalommal, hogy egy hegedű művész, aki ugyancsak nagyon szerette a hegedűt, és minden nap gyakorolt rajta, és szinte mondhatni, aval kelt, aval feküdt, igen, a hegedűvel. Nagyon uh, sok koncertet tartott, és nagyon sok helyen fellépett, és már ismerték, hogy ő jó művész és jó hegedűs. Egyes hagyományok szerint a jó madár barátai, mások szerint pedig talán épp szándékosan volt az egész trükk, de az történt, hogy megreszelték a húrjait és ő koncertez, és közben, amikor leghevesebb volt neki a zené, és ő nagyon húzigálta, és ottan nagyon virtuózon kellett, hogy feszítse és erőltesse a húrokat, hogy játszol, egyszer csak epattant egy húr. Mindenki meglepődött, most mi lesz? Ő húzta tovább a zenét, és egyszer csak még egy húr epattant. Na, szinte úgy vették észre, hogy ő is már kezd izzadni. Talán csinált egy ilyet is, hogy törli a homlokáról az izzadságot. Egyszer csak még egy pendülés történt. Már csak egy húr maradott. Most mi lesz, ha leáll egy művésznek, ez nagy szégyen, ez leég, és ez, ez a hírnevét elrontja. Nem állt le. Folytatta. Folytatta egészen, amíg befejezte az egész darabot. Amikor leárt a darab, felemelt a hegedűt, és azt mondta, hogy Paganini és egy húr. Ezt tett skandálta az egész terem, és tapsolták, tapsolták, egyszer csak kint, hogy jó, ráadásra is van. És azon az egy szál húron a ráadást is eljátszotta. Hát egyesek azt mondják, mert neki külön írva voltak darabjai csak egy húrra, lehet, hogy megjátszotta, hogy azt az egy húros darabját tudja játszani, de lehetséges, hogy ez véletlenül jött össze előszörre. A lényeg az, hogy egy hurral maradott, és nem adta fel. Ő azzal az egy szál hurral is végigment. Ugye most krízisben van, a világ szinte úgy mondhatnánk, nagy nehézségben vannak az emberek, a családok, az államok, az országok. Mert szokat egy húr, talán kettő egy-egy helyen. És lehet van hely, ahol három húr is az életben némelyeknél elszakad. Mert lehetséges, hogy a munkahely is oda, lehetséges, hogy a fizetés is apukának oda, és lehetséges, hogy épp egyet balesetezett is, és ha összeadjuk, szinte mondhatnánk, hogy már csak épp egy szál húrja maradt, mert már csak épp, hogy még él az ember. Na és akkor mi van? Hát akkor le kell tenni és Már csak egy húr maradt, igen? Pagányi nem így csinált. Egy húrja maradt, és azon hogy egy szál húron tovább heged sokszor van úgyhogy már csak egy reményünk még van, hogy imádkozhatunk. Na és? Az se kevés. Az mellett is ki kell tartani. Imádkozni kell. És újból és újból, amíg csak élünk, kitartóan tovább kell húzni a hegedűt. Tovább kell vinni az életet. És azt megköszönni a jó Istennek. Köszönöm, Uram, hogy még ez az egy szálhúr van, hisz ezen is tudok egy egész koncertet is játszani, mint Paganini gyerekek, azt ajánlom nektek, kitartóak legyetek, és amikor úgy érzitek, hogy a vizsga nem jön össze az iskolába talán, vagy lehetséges, hogy valami más az életben nem jött össze nektek, akkor se adjátok fel. Még egyszer, és még egyszer meg kell próbálni. Újra stimoljátok azt a húrt, és újból próbáljátok eljátszani azt az éneket, amelyet ti elkezdtetek, vagy amelyet szeretnétek. Igenis, lehetőség van, kitartás kell és örömmel kell élni az életet köszönöm hogy meghallgattatok